Köszöntök mindenkit! Önök a Hírodalmat látják 1798 eseményeivel. Berzsenyi Dániel gazdálkodásba fog. Több mint 1200 holdon kezdi el kiépíteni új életét az ifjú gazda. A Soproni Líceum elvégzését követően apjához költözött, majd az ott tanultakat felhasználva jutott el Niklára. Ott képzeli el hátra lévő életét. Hobbiát, a versírást továbbra is fontosnak tartja, de szeretné magának megőrizni, így gondoskodik róla, hogy egy se maradjon fenn ezekből a művekből. Közölte stábunkkal Berzsenyi Dániel. Kazinczy Ferenc továbbra sem szabadulhat a fogságból. Korábban tudósítottunk a Martinovics féle összeesküvés elmélet miatt meghurcolt Kazinczy Ferencről, akit édesanyja házában fogtak el még 1794. december 14-én éjjel. Jelenleg a Brno melletti obrovici börtönben tölti mindennapjait. Bár pontosan nem lehet tudni, mikor szabadulhat, Kazinczy bízik benne, hogy akár holnap, de legkésőbb 1801. június 28-án királyi kegyelmet kap, így töltve 2387 napot a cella falai között. 8 hónap után szakított a híres álompár. Csokonai élete szerelmével, az általa becézett Lillával 1797-ben ismerkedett meg. Most a költőt kérdezzük a szakítás körülményeiről. Köszöntöm a műsorban! Hadd kérdezzem meg pontosan, mi vezetett ide? Köszöntök mindenkit! A hír sajnos igaz, valóban vége. Nem tudtam normális polgári állást szerezni, így nem vagyok alkalmas férnek. Minden álláshirdetést átnéztem, de sajnos nem találtam normális munkát. Drága Lillám, szülei férhez adták, így nincs mit tenni már. És mik a tervek a jövőre nézve? Semmi. Nékem már a rét hímetlen. A mező kisült, az engőliget kietlen, a nap éredült. Abszolút érthető, köszönjük az interjút! Fazekas Mihály új életbe kezdett a katonaságból kilépve. Élete hátra lévő részében elsősorban a botanikának és a költészetnek szentelni életét a nyugdíjazott főhadnagy. A hobbijai mellett szakmai tapasztalatot szerzett hivatalnokként, városi és kollégiumi pénztárosként. Jelenleg egy általa létrehozott alakulat kapitánya, mely a városi rendér felel. Elmondása szerint mindenki biztonságban érezheti magát, hiszen az elkövetett bűncselekményeket háromszor veri vissza Fazekas Mihály és alakulata. Köszönjük a figyelmet, önök a Hírodalmat látták 1798 eseményeivel.